Na, vegyük. Tinának rossz napja van, még ezt megnézem. Nézzük meg, mitől van Tinának rossz napja. Miért? Hát Tina rossz napja. Tényleg rossz napja van. Mi a fasz? De hány? Úgy lenyomta nekem. Fúj, bazd meg. Tudod, jól néz ki Tina. Kettő undorító. Fúj. Ez tényleg elég rossz nap. Szürrealitó. After cleaning up. Komolyan? Folytatják véleményedet. Ugye még valami történik vele? Hát szarni. Mi vagy beszorít? Ne, ez undorító lesz, Géci. YouTube a platform. Lehet ez a témának a neve, mert ez is a téma, tehát ez a témának a neve ténylegesen, hogy YouTube a platform, avagy hogyan tört el majdnem Bobby a kis lábujját? A másik. Az ember tragédiája. Melyik már? Ja, másik lábujjadat törted el? Ami mellette van, a kicsi mellett. Aki, van még egy lábúja, kis lábúja a mellett? Jó, befelé. Ja, azt hiszem van még egy még kisebb lábúja. Használunk egy kifejezést azokra, akik videóznak. Youtubereket használunk. Na most, a kérdés az, hogy mint hol van a WC, engem mi köt a YouTube-hoz magához, mint platformhoz? Tehát miért a YouTuber titulus a nevem? Az a helyzet, hogy YouTube-ra töltjük fel a videókat. De én töltetném fel Vimeo-ról is a videókat, hogyha Vimeo lenne az a közeg, amit néznek az emberek. Vagy pedig töltetném föl Inda videóra is, ahogyan ezt Freddy Lee tette és régebben. Nem is aggattuk rá a YouTuber titulust, hanem videósként könyveltük el. Ami egy ilyen átfogó képet ad az összes videósról. Ugye a YouTuber az a platform nevet is magában hordozza. Ahogyan mostanában a Twitch streamer elnevezés is kezd elterjedni a sima streamer elnevezés helyett. Mert a Twitch a helye annak, ahol streamel az ember. És itt mit látunk? Azt látjuk, amit már évek óta megfigyelhetünk tendenciaként. Egyrészt az, hogy Magyarország, mint minden, nagyjából minden másik dologban társadalmi szinten, lemaradásban van világviszonylatban, és pár év kell ahhoz, hogy felvegyük a versenyt a külföldiekkel kapcsolatban, amire eléri azt a szintet a magyar változata a dolognak. Ugyanez van a YouTube-on is. Itt vagyunk Magyarországon, ahol a YouTube nagyjából egy 5 éves lemaradás ért el arra a szintre, ahol mondjuk 2013-ban tartott a külföld. Nem tudja a YouTube olyan gyorsan fölvenni a lépést az aktuális trendekkel és az aktuális újszerű startupokkal, amilyen gyorsan kéne, hogy fölvegye a ritmust, ahhoz, hogy ő legyen az első valamiben. Itt most kettő megoldás lenne. Az egyik megoldás az, hogy ne várja meg a piac változását a YouTube, és ne próbáljon meg a YouTube alkalmazkodni a piac változásához, hanem a YouTube formálja a videós piacot. Ez mit jelentetett volna a gyakorlatban? Ez azt jelentette volna a gyakorlatban, hogy ahelyett, hogy megvárja a YouTube, amíg a Twitch az feltör, és a Twitch által uralt piacot kellett volna alkalmazni a YouTube-nak és a YouTube-on, ahelyett kezdeményezhetett volna a YouTube is, és megalkotatta volna a YouTube-on belül azt a platformot, amire szüksége lett volna a gamer közösségnek. Ez nem történt meg, kivártak, és azzal, hogy kivártak, újabb lehetőségeket nyitottak meg más platformoknak, és így került a Twitch is előtérbe. És egyébként hozzáteszem, hogy egyre könnyebb is a dolgunk, mert hogyha valaki visszaemlékszik még az eredeti, vagyis a legrégebbi, ami szerintem egyébként a legjobb YouTube-os dizájn volt a csatornáknak, amikor mindenhova tehettél hátteret, tehát volt egy csatorna dizájnod, és konkrétan oldalra is mindenhova tehettél saját hátteret. Megcsináltad úgy, ahogyan szeretted volna, és nyomógombokat tehettél a hátterednek a tetejére. Nem tudom, hogy erre emlékszel a Bobby. Hogy... kicsit gagyi volt. Gagyi volt, viszont mi volt a lehetőséged? Megadhattad, hogy hol helyezkedjenek el a gombok, tehát itt pontosan beprogramozhattad, hogy hol legyenek a nyomógombok. Erre már nem nagyon van lehetőség, már csak annyit ad a YouTube, hogy van egy 360x1200-as felület, ami a borítókép plusz egy profilkép. És három nem, linket kitehetsz. Ez is gagyi. Hát persze, hogy gagyi. Hát ez arra való, hogy sokkal, sokkal könnyebben tudja megcsinálni azt az embert, amire sokkal nagyobb és szélesebb lehetősége volt régebben. A YouTube egyre jobban butul el, tehát egyre jobban zűlik el afelé, hogy tömeggyártásba vigye át az egészet. Viszont annak függvényében, hogy a YouTube nem képes a piacot uralni, és nem képes irányítani a piacot, hanem folyamatosan utólag reflektál a piac történésére, az a helyzet alakul ki, hogy szépen lassan, ha még nem is látható módon, mert Magyarországon vagyunk és egy kicsit még le vagyunk maradva, és most azt szajkózzák a partnercégek mind a négy, hogy most kezd felindulni, elmondom nektek, hogy nem, szépen lassan kezdik elhagyni a YouTube-ot, mint platformot a videógyártók, és abban a pillanatban, ahogyan a Facebook, aki egyébként szintén abban a szerepben van,
mint például a Twitch, hogy nem reflektál a piacra, hanem ő maga alakítja a piacot és az aktuális trendeket az Instagrammal együtt egyébként, amit szintén a Facebook csinál. A Snapchat is még ebben a szerepben van, mert nagyon durva trendeket alakítottak ki az elmúlt időszakokban. Szóval ott a Kylie Jenner még ott volt. Még ott, most már nem. Most már nincs Kylie Jenner, most már a Snapchat vezető szerepe ennek vége. Viszont ettől függetlenül uralta a piacot, sőt befolyásolta azt, ami például Instagramon is megtörtént, Patreonon is már, meg a Facebookos közegben is. Tehát hozott létre dolgokat, amiket átvett a többi alkalmazás, és amiket használunk a közösségi oldalak. A YouTube tökéletlenkedik, a Facebook meg éppen azt alakítja, ami a jövőt fogja képviselni. Magyarul, akinek egy kis esze van, és ez a jósatom a jövőben, egy idő után, most is ez a tendencia van, nem fogunk YouTube-on videókat nézni nagyon, mert értelmetlen lesz a YouTube-ot külön megnyitni, mert ott lesz Facebookon az alkalmazáson belül, vagy a PC-s változaton belül egy olyan videós felület, ami nagyjából ugyanúgy fog működni, mint a YouTube, csak annyi különbsége, hogy nem kell közben átmenni a YouTube-ra, hanem csetelhetsz a barátnőddel, miközben a kedvenc videósodat nézed a Facebook felületén. Tehát egy monopól helyzetet fog kialakítani a YouTube. De amúgy, a Facebook. Facebook. De amúgy erre már van, már most is, már vannak külön Facebook sorozatok. Persze. Tehát aki most az előszerét látja, vagy aki szeretné látni... Most én is láttam itthon ilyen sorozatokat, hogy már van kategória. Első év, vagy igen, ez már benne van az alkalmazásban. Már csak az egy gomb hiányzik, hogy a videós felületre vezessen át, és akkor lesz teljes. Szóval az a lényeg, hogy a Facebook észrevette a hiányosságot a YouTube-nak, és gyorsabban reflektál a piacra, így egy jobb alternatívát tud biztosítani az összes tartalomgyártónak, mert itt nem arról van szó, hogy nekünk feltétlen bizalmunk a YouTube-ban van, mert azon videózunk. Én leszarom, hogy YouTube Vimeo, vagy Indavideo, vagy Facebook. Amelyik a jobb alternatívát nyújtja arra, és kényelmesebb, és jobb lehetőséget ad nekem arra, hogy videókat gyártsak rajta. Az meg beragadt. Látom, vírosabb is, mint a többi. Szerintem ez elmúlik egy idő után. Egy pár. A törés? Azt de beragadt, keci. De hogy tudtál ennyire beverni? Mert abban a szarba akartam belerúgni. Abban a vizébe is. Mindenbe belerúgszom az utatba, Ámi. És érzem is, amikor is felemelem, hogy ide van zsipadva az elején. Az nem annyira jó. De ezt kicsit fölteszel nekem töltőre? Vagy... Hát mindjárt. Jó. De 1% egy picit, nagyon picit tölteném. Nagyon rossz? Hát zsibbad, nem? Érzek egy pontot, amitől már nem érzem. Igen, az áttörés. Hát szóval nagy lábújjal már feltörtem. Az ugyanilyen volt? Aha, azt se éreztem, csak másnap. Mi jut eszedbe a Vimeo-ról? Az, hogy mostanában a kis filmeket, a kis művészi alkotásokat oda teszik fel. És de tudod miért? A pályázatot. Szóval mindenkinek attól lesz művészi a filmje, meg a pályázat, mert Vimeo. Tényleg nagyon sok jó minőségű dolog van. Hát teljes filmek vannak fel. De ez azért indult el onnan, mert ott volt először 720p, és akik ilyen szép filmeket, meg landscape-eket, timelapse-eket csináltak, azt feltöltötték oda, hogy jó minőségben legyen elérhető, és a zenék. Nincsenek copyright. Olyan fölösleges hipsterség, nem? Ezt akarom mondani, hogy mára viszont már nem tudják sokan, hogy azért töltötték fel ezeket a kis filmeket, mert ott volt először 720p, meg a zenékén nem krémelték be a videót. És most már ez ilyen hipsterség lett egyenesen rányú, hogyha én egy művészeti kis filmet teszek, az Vimeo. De miért? Ugye már mechanikusan működik az ember. Nem tudja az okát, hogy miért Vimeo, de mindenki Vimeo-ra tölti fel a művészfilmet. Egyetemen vimeo.com/művészfilm. Szóval a probléma az, ami nem is biztos, hogy probléma, hogy egy süllyedő hajón vagyunk mi youtuberek. Youtubereknek hívjuk magunkat, a platformon. Maga a platform nem tartja a lépést azzal, amire szüksége lenne a tartalomgyártóknak, ám bár az a szerencség, hogy nem csak a YouTube van, mint lehetőség, hanem a piac többi tagja is próbálja az igényeknek megfelelően alakítani a platformját és a felületét. Így tesz a Facebook is, aki szerintem mindenkinél előbb reagál az éppen aktuális igényekre, igényfelmérések alapján, úgyhogy így tettek akkor is, amikor kitalálták, hogy csinálnak egy saját videós felületet, és a videós felületen belül a monetizációt is lehetővé teszik a tartalomgyártóknak, ezzel téve feleslegessé, hogy YouTube-on videózzanak az emberek. Mert sokkal több embert elérhetsz a Facebookon, és értelmetlen lesz YouTube-ot használod, hogyha monetizáció is lesz a Facebookon. Hány évet mondasz, hogy Justin Timberlake a Facebookra tölti fel a legújabb videóklipjét? Hát hány évet mondok? Hány év volt az, amire a
Celebek rájöttek, hogy YouTube csatornát kell csinálni. Öt. Hány év lesz az, amire rájövünk, hogy jobban járunk, hogyha Facebookon videózunk? 5. Maximum 5 év, de ez az 5 év is, amint onnantól kezdve 5 év, amint a Facebook hivatalosan is bejelenti, hogy mostantól nem is feltétlen partnercégek segítségével, de lehetőséget ad a monetizációra. Tehát nem csak hirdetéseket vehetsz a Facebookon, hanem monetizálhatod a saját videóidat, és részesedést kapsz abból a pénzből, amit a videót hoz a Facebooknak. Az összes kamu YouTube szakembernek, akik 10 évvel ezelőtt még finga nem volt arról, hogy mi ez az internet, üzenem, hogy ti kurvára nem alakítjátok a piacot, hanem a piac alakít titeket, és csak alkalmazkodtok az éppen aktuális trendekhez. Olyanok vagytok, mint azok a robotok, akiknek teljesen mindegy, hogy ki van a politikai hatalmon, hanem teljesen mindegy, hogy kit követnek, éppen az aktuális hatalom után koldultok. Abból a kis pénzből, amit ki lehet abból szipolyozni. És ez olyan kreatív emberekből, akik tartalmat gyártanak. Vagy éppen bármi mást. Mit tud a platform nyújtani a tartalomgyártóknak és a hirdetőknek egyaránt, ami mind a kettőnek megfelelő? Tehát itt nem az a lényeg feltétlenül, hogy YouTube-on gyártson videókat az ember, hanem az, hogy az a videógyártás az a legalkalmasabb platformon gyártson lényegében videót. Főleg, hogyha ebből szeretne élni. Mi történik? Nem áll fel a faszat. Nem állt fel a faszani, szegény. Nem állt, szegény. Hallod, nekem most vagyok benne biztos, hogy áttört.